Külön tisztelettel köszönteném Sörös József művész urat, festőművész urat, aki miatt ma itt összegyűltünk, és a csodálatos képei miatt, valamint ifjabb Ficek Ferencet, aki a mai kiállítást megnyitja. Sörös apuka nyáron nyaral, a Balatont élvezi, vitorlázik, kiszogat a pajtásokkal, és télen és ősszel van a munka, amikor ez a fajta nyári melegség a színekben ugyanúgy rá köz, vagy visszaköszön a vásznon vagy a faroslemezen, amire az ő képeit rávarázsolja tulajdonképpen. Fönn a felső szint az övé, ott van egy ilyen szoba, ami műteremként működik, és akkor ő ott elvonul és boldogan gyakorlatilag a saját keftelésére hozza létre mindenféle frusztráció és egyéb elvárás nélkül azokat a munkákat, amelyeket itt most meg lehet majd szemlélni közelről. Most jellemzőjük a műveknek a derű és a könnyedség. Életszemlélete elsugárzik a képein, a légiesség érzete és a fénnyel való telítettség illúziója keveredik bennük. Határozottan atmoszférikus jellegűek, a színek játsszák a főszerepet. A foltszerű kiterjedésben és körlőgombolygásban csak azért áll össze az anyag egy-egy markánsabb formai elemmé, hogy ellenpontját képezze az éteri közegnek. Hangulatképek ezek, amelyek Sörös elmondása szerint a műteremként szolgáló emeleti szobában kedvfelre festés eredményeként születnek meg. Tulálok, és nagyon remélem, hogy nem igaz az, amit mondott nekem pár hete, hogy ez az utolsó kiállítása tervei szerint, hanem lesz még ennek ugyanúgy folytatása, mint ahogy eddig is volt.